Édesapám kint a kertben annyira megvert minket az öcsémmel, hogy elájultunk. És akkor bevitt minket a lakásba, és azt hitte az anyukám, hogy alszunk. Na nem azt csináltam, amit ő akart, akkor volt, hogy megütött. Ez többször előfordult, aztán mindig bocsánatot kért. Volt, hogy még sírt is. Azt mondta, hogy ha nem idegesítem fel, akkor ez nem történik meg, és nem üt meg engem. Azt hittem, hogy ez az egész az én hibám. Amikor kollégáimat családi veszekedéshez hívják ki, indokolt esetben ideiglenes megelőző távoltartást rendelnek el. A sértett vagy bántalmazott részére az eset valamennyi körülményeinek figyelembevételével személyre szabottan nyújtunk segítséget. A kapcsolaton belül fizikai erőszak megjelenését megelőzi a szóbeli bántalmazás, például a túlzott kontrollálás, kritizálás, a hibáztatás. Gyakori a féltékenység, a fenyegetés vagy a zsarolás, illetve a családtagoktól és barátoktól való eltiltás, a szabadság korlátozása. A Család és Gyermekölti Szolgáltatás Központ valamennyi munkatársa azon dolgozik, hogy a bántalmazott nőket megsegítse abban, hogy többé ne váljanak áldozatté. Éppen ezért jelzőrendszert működtet, jelzőrendszeri tagokat mozgósít az élethelyzet gyors megoldása érdekében. Ha veszélyben érzi magát, van segítség. Forduljon hozzánk bizalommal.